Na, már is kirakom nagyba a képernyőt. 1-0 az állás, a tét nem kicsi, a konci versenyen a részvétel. Különben elég sok terén indult, vagy került ebbe a versenybe. Írtam egy kis statisztikát ott a cikkre, a StarCraft2.hu-ra, érdemes megnézni. Igen, PS-nek is feltűnt, hogy valószínűleg Megabyte sok-sok Stefánot néz, és nem fél használni. Nem különben, Stefánnal tényleg nem tudom, mert van egy-két ilyen, ez a dupla hatcher is igaziból hozzáköthető talán, legalábbis ilyen EU szinten. Nekem van az a nagyon gyorsan rengeteg roach buildje, és hát azt nagyon sok zerg nagyon szereti. Már PS-nél ismét készül a fal, szépen időre nézünk egy APM-et. Most PS kicsit idegesebb, Megabyte egy kicsit így ráült a babérjeire, és csak 200-es az APM-je. Akkor mi is legyőznénk, igaz? Kettő jegybe. Hát én ebben sem vagyok biztos. Talán ha 50%-on játszik, akkor igen. Megint korán jöttem ugye a felderítő nagyjából. Aha, én egyelőre még nem látom Megabyte-nál semmit, úgyhogy ez valószínűleg 15 hatchery lesz megint. Ritkán váltanak az emberek, hogyha valami sikeres volt. Az előbb bejött neki, tolni fogja megint ugyanazt. Hát lehet, hogy igazad van. Hát igen, ez a jóképű drón hamarosan hatchery lesz. Nagyon valószínű, hogy ez ugyanúgy az a dupla hatchery lesz, mert mindig nem nagyon látni mást. Na jön a Command Center. Igen, azt mondtam, eddig, hogy ennyi. Eddig kopizzák az előző. Már érzed, hogy jár. Eddig kopizzák az előző. De azt érted? Az is lehet, az előző meccs azon ment el a Terra része, az elején leesett az a paraszt. Másik meg volt le. Hiába Terra, ez a csoki már jár. Ebből már egyértelmű. Tessék elismerni, csúszi. Még nem. Hát de, hát ha már nem van az orbitál, akkor ez már nem lesz egy béz. Nem, én nem azt mondtam, hogy egy béz, hanem hogy nem azt fogja csinálni, amit az előbb. Azt mondtam. Lehet még egy bézt hoz. Például. Jó, hogy lehet még egy bézt. Aha. Ja, nem. Azt nem hiszem, viszont szerintem most mehetni fog. Bár még mindig nem látni a második gáztőle, úgyhogy ez még nem annyira biztos. Még most már azért bőven lenne rá cash, mondjuk hát mondjuk a két orbitálra lehet, hogy pont el fog menni. Viszont az egészről egy kis változtatást láthatunk, ugye nem rakta ki a második hatcherit még. Na, akkor ezt is bebuktam. Kapsz egy 20 forintos csapit. Jó, akkor legyen egy-egy, és akkor senki nem kap semmit. Van ez a kis kocka, tudod, ami a room van. Olyat kapsz. Na, minden esetre a PS ezt derítette és játszott is, úgyhogy tudja jól, hogy nem rakta ki még a második hatcherit. Kíváncsi leszek, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni a játékát. A gáz fejlesztés az már is nagy ipari méretekben zajlik. És mi lesz? Ez egy reaktor. Hát akkor ez valószínűleg megint nem jól lesz. És hát a roach az már szinte így alapból... Két king jön tovább. Megfogja tudná. Itt van az over. Még nem is látta a faktorit, de már jön a roach. Már is hard counter lesz a Hellionoknak. Na, viszont... Nem azt látja. Jó. A tech lab. Na, kíváncsi leszek, hogy ez akkor most tank vanil lesz, vagy ne. Még egy Siege már jön, vagy még egy Factory már jön. Igen, az már félúton van, és ez meg lesz. Jaja. Másik Factory tovább viszi. Annak azért örülök, az különben elég erős. Elég erős, tehát azt szokták nem szeretni az zergek, viszont egy kis betekintés a Heart of the Swan-ba, ott baromira nem működik, tehát van az a Viper nevezetű lény, és van az a zöld ködje, amit tud csinálni, és az a mesh halála. Tehát így
egy ilyen gázos ködszerű cucc képződik a siege tankok fölött, meg a tórok fölött, és azok elképesztően butává válnak és meghalnak. Majd én is kíváncsi vagyok, ez mit csinál az a felhő? Az a felhő azt csinálja, hogy nem látnak alatta az egységek, és ilyen nagyon bután kezdenek elviselkedni alatta. Például az immortál az megpróbál kimenni belőle előre, hogy majd ott majd biztos le tudja lőni. És ez ugye az ilyen instant halál. Mit lehet vele csinálni? Hát, az meg képlékeny, meg az. Annyira nem menjünk vele. Én sem annyira tudom, de... Na jó, itt nagy gázok lesznek. Igen, ez a páró, nagyon erős. És marunk. Hát igen, mondjuk elkezdte javítani nagyon keményen, és nagyon sok eszélyre fog veszíteni ez a baj. Próbál játszani azzal, hogy az eszélyéket csak utána is jön, de... Igen, de a rossz, valamire erősek, nagyon erős a rossz. Nem szeretném, Marin, és ott már csak két eszélyő maradt. És itt van a tekete, hogy még több tudó, és a három tudó. Hú, mindig van négy. Már és közben nyugodt, az elkező már nem megtisztelzettek. Elvizsgéljük. Tentőnök szív mód, ilyen egy darab tank. Volt egy kis muszklik. Talán egy kicsit több veszteség volt, mint amennyit kellett volna benyelni ezzel a párosról. Hát viszont most jön egy Cloak Banshee, amit... Nem lesz túl késő? Hát egyelőre még nem derített, hát most nem tudom, most gondolom, megpróbál behúzni valami újat. Viszont hát jön a Lair. Jön még egy command. És hát lent vannak már a evók, úgyhogy igaziból amíg meglátja azt a Helion közdarab... Aj, a Helionnak a rócsokat üt itt. Hát azért megpróbált egy pár drónt elkapni, de hát éppen csak egy kisebb ilyen kórházi ápolás sem igénylő károkat okoztak, tehát már gyógyul. Megy a Bansi. Nincs még klókja. És igen, rögtön az első Bansivel elindul, ezzel ugye rendesen elárulja, hogy mi készül. Egy-egyben még talán ezt a Quint, egy-egyben még leszedné ezt a Quint, az biztos, viszont... Viszont csak beírjeszted, ha jól látod, mert a következő már Medivac lesz. Aha, én de akkor Cloakot azt... Na hát igen, ezt elég gyorsan lerakta a Crawler, és... Szerintem arra lesz, hogy a Crawler... Nagyon kevés HP maradt, 5. Igen, Cloak! Na, meg volt pedig? Gyorsan vissza kellett volna vonni. Hát nem, az kifejlődött. És a két hát igen, a Crawler lesz, hogy a Crawler lesz, hogy a Crawler támadás. 8 Roach érkezik. Hát előbb bevált, akkor most is. Hopp, viszont az szép, azt láttuk is. Na nézzük, hogy reagálódik le. Tankok előrébb, siege mód még négy nincs. Négy hírjon tűzi tovább. Viszont a rócsok hátra vonulnak. Nincs még siege mód, megint bassza meg. De nem, mégis inkább úgy dönt, hogy betámad. Hallod? Nincsen siege mód. Tudom, ezt mondtam, hogy a siege mód az még nincsen. Bunker az még ugyanúgy van. Ez most ez itt. Amikor megint elég szomorú lesz. De talán nem annyira. Három tank már van. Jaj, egy... Tankot újítani tényleg. Nagyon rossz felem. Milyen a tankoknak kibatítanak. Lássunk, az Helion sem ez van. De ez a drop az amúgy figyel fent. Hát igen, és... A Mediva közben visszavonult, és... És megy a drónokat. Félhetem drónokat akart bántani, és nem is csinálta rosszul, tehát ha megnézed azért 15-öt leszedett, de hát ez még mindig megyek egy 12-es. Középen. Hoppott. Igen, és ez már tud klókot játszani. Igen, csak most azért néztem, minden esetben ott van a klóle. Hát igen, ott van egy, kettő. Ha jól látom, akkor a főbázison nincsen, és csak... És a Queen az meg lesz. Az nagyon lassú az a Queen, és az meg lesz. Már 20-et nem is vissza a klókot. Hát igen, az a Queen az most itt nem esett jól. A gáz le tudna eszedni. Illetve a főbázis igaz nincsen, csak egy crawler van benne. Rambózni, csak el... Nem, még nem. Hát csak az a, hogy kevés. Közben kibelekedtek tőled egy barakot. Azért biztos, hogy igen, hogy a Marin meg Marauder az nem nagyon lesz már a játékban. Ó, és a Roachot a követ szedik. Vagy a következő expert. Igen, és... Nincs védelem. Be kéne oda menni, kérem. Na már.
Hát pedig úgy néz ki, hogy nem foglalkozik vele a PS, hogy nem vette még észre. Az egy Banshee nem fogja megmenteni itt a világot. Ajjajjajjaj. A Viking pálnál. Hát igen, ez most így ott haldott. Úgy ott fel kell legalább ott legyen meg a védelem. Ez pedig itt nem annyira jó, mert a gázot neki is nagyon kellene. És talán ezt is fogja droppolni meg a vágy. A mainre. Nem viszont ott egy Viking, ami... Egy gondolat, egy gondolat a kicserben. Semmi lassú. Letroppó, gyönyörű van. Hát ezt nagyon szépen csináltam a robályokat. Ezt nagyon szépen csináltam. A szívek itt semmit nem értek. Rengeteget szívét veszik. Ez itt már pillanatokon belül. Ma ez egy nagyon kreatív dolog volt. Az Overlord az drop. Közben fent van egy elvetélt támadás. Lehet, hogy jobb lett volna ez a drop, hogyha a kifejleszti a Google-ot szívek hozzá. Aztán szépen ki vannak kedve ezek a... A Lost Wizard van még 1600. De látod, hogy folyamatosan jöttek. Elképesztő milyen makó van, hogy a PS-nek folyamatosan jönnek az egységek. Tehát sajnos, hogy ó, micsoda drop játékkal azért megoldotta a dolgot, és azokat az overlordokat meg elveszi, viszont jön az utánpótlás megint az elektrő. Nem, itt maradt a bázis, hanem. Úgy is megint a... rengeteg rócs. Le is fogja nyomni. Mondjuk itt van három balsi. Ja, ez már viszont egy igen. Egy nyugodt van. Hát ezt talán mondjuk nem kellett volna. Fel kell volna menni a pomondot, akkor biztos, hogy így is van a rossz. Így is van a rossz. Lána, hogy jön a következő adag rossz, rengeteg rossz. És a tank. Hogyha most megint húzott volna egy ilyen droppos dolgot, az ott volna. Hát viszont már jönnek a korruptorok és jön a Greater Spire, úgyhogy ez nagyon hamar átállt majd. Lord-ra. És hát mondjuk a korruptorok előtte gyors lekapják ezeket a Banshee-ket, jobb esetben. Ezt mondjuk azért most itt egy ilyen nagy szóljat a... Hát de nem, hát igen, jó kettődődni. És így szakadni. És itt is nem ám a helyének a tudni, hanem az STV-ket, tehát CS-nek 34-szer, fele annyi van, mint Megabyte-nak. Na, ott a korruptorok már próbáltak itt rendet rakni, de overseer az nincs. Overseer mondjuk overseer a tarokba. De már tulajdonképpen eldőlt a meccs, 65 paraszt van az egyik oldalon, 36 a másikon. És közben már ez az X is kezd beindulni. Inkább 500-600 alatt. Árnyi van, fölötte van az el. Hígyon dropokkal próbálkozik folyamatosan. Hát meg most a Banshee-vel megpróbál valami nagyot alkotni, de... Hát lehúz egy szírt. Ilyenek lekapcsolják. Ott van a szírt. Ahogy kész van a szírt, ott van a korban. Egy tövés. Inkább. Meg is volt. Van még egy Banshee középtájában. Az ráadásul, hogyha rá lehet egy túlruktor, már az is halálos. És most megindult a szereg sereg. Terran előtt átvált egy-kettő Bloodlordra, gondolom. 2000 az árnyivalú a Terrannál, 4700 az órok. Valószínűleg be fogja zúzni. De az expert átvált és majd expert elvesztett. Már jönnek a Bloodlordok, és már látja tért. Jönnek most ebből a rendülettel a vikingek. Talán túl sok a korruptor, várt, nem ez csak? Nem, hát a korruptorban lesz a Bloodlord, az pont. Igen, csak még azt nem úszta be. Ajaj. Dehogy nem, már ott van kettő, kettő. Úgy értettem, hogy az arányú. Hát az majd lesz. Viking ellen nem úgy is jól jön, hogyha van korruptor. Meg igen, még rúcsadok.
És itt ezzel nem igazán tud már mit csinálni, tehát... Nem. Már csak befiad még egy fúdetet hozzá. Becsület boltolja. Hát igen, ez most már gyakorlatilag bármelyik pillanatban GG lesz, ugye hamarosan elfogy a minerál a két bázisról. Igen, elég sohány kell. Mindenetök meg 300-ak vannak benne. Nem magyar gazdaságot. Már mondjuk van 4 gigénk, az már nem olyan rossz, csak hát ugye még van. Hát, rengeteg kóról. Ez már is az idő kérdése. Lányozunk a rizsgőt. Be is fel. Ezek vannak az erejük is. A rózs kiegészítés. Ez a kiegészítés. Befületesen tűz. Van, GG, 2-0 megabájtnak. Na hát... Amúgy ők játszottak már régebben egymással? Hát nyilván több versenyen is összefutottak. És milyen eredményekkel? Hát ezen a selejtezőn is összefutottak, és ott is megabájt győzött PS ellen. Megabájt különben nagyon sokat javult így az utóbbi pár héten. Tehát tényleg egy jó játékos lesz belőle hamarosan. Ha már nem, tehát ez tényleg elég szépen tolta. Az a drop, az a zseniális volt az overworldokkal. Ott ment el szerintem a meccs. Hát igazából már ott a rócsoknál. Ott már, azt már nagyon nagy kár. Igen, vagy ha a rócsok földön mentek volna tovább, akkor ott a Siege meg tudta volna őket cibálni, de így, hogy betette a lordba és utána ott kidobálta rá, az a borzalmas nagy buktás volt.